nem tudom, hogy még van-e, aki próbálkozik. Megvagyunk. Aki még próbálkozik, tegye fel a kezét. Szuper! Akkor indítom a játékot. Figyeljetek a kérdésekre, hogy gyorsan pörög, és akkor négy választási lehetőség van, azok közül kellene megtippelni a legjobbat. Itt nyilván azon kívül, hogy a helyes választ kell megadni, számít az idő is, úgyhogy az is egy fontos része lesz a dolognak. Remélem, hogy látszik, hogy mi van. Tehát az alábbiak közül melyik a Java 13 újdonsága? Itt láthatjátok a kérdéseket. És még van 10 másodpercünk. És meg is vagyunk. Na, hát ez azért egészen jól sikerült. Oké, akkor nézzük a következő kérdést. Ja igen, bocsánat, hogy előtt is értek elő, ugye ki volt a leggyorsabb is a... Nézzük a másodikat. A Java 13 többsoros szöveges blokkjaiban a sorvégi jelek mire normalizálódnak? Itt is kiröknek a válaszok. Még van 10 másodpercünk, még várunk egy-két választ. És... Na hát itt már azért megoszlódottam. De azért volt sok szép találat. És akkor nézzük, hogy kik voltak a legjobb. Ó, itt most megfordult egy picit a dolog. Jöjjön akkor a harmadik kérdésünk. A Java 13 switch kifejezésére az alábbiak közül melyik állítás igaz? Jó, hát egy picit összecsúsztak a válaszok, de remélem, hogy olvasható. Három, kettő, egy, és meg is vagyunk. Na, hát ez is az ünnep, hogy egyértelmű volt akkor. Már nem mindenkinek. Kati nagyon átvette a vezetést, úgyhogy... Jöjjön a negyedik kérdés, a CDS minek a rövidítése? És akkor a négy válasz. Amit inkább nem olvasok fel. Becsapós része. Nem még a helyes is össze lesz. Öt másodperc van hátra, és négy egyben, meg is vagyunk. Na, hát Marci az, aki most nagyon előre tudja.
És akkor az utolsó kérdést nézzük meg. A nyolcadikat. Melyik klienssel nem rendelkezik a Hazelcast Cloud? Hát akkor nézzük meg a végeredményt. Marci megnyerte ezt a versenyt, úgyhogy a nyugodtan. Marci egy sörkuponra és némi apróságra még mindenképpen. Hagyjuk, hogy ezt szeretném nyugodni neked. Gratulálok. És voltál. És akkor a második helyezettünk, Peti. Petit is várjuk egy kis extra sörkuponért. És akkor Emka, aki a harmadik helyezett lett. Hát akkor én... Sörkuponokat most még, illetve az üdítős kuponokat el lehet fogyasztani, jön majd a pincér, és akkor az a fontos, hogy itt tudja felvenni a rendelést, tehát nem a pultnál, hanem itt. Azt hiszem, hogy talán a második sörkóstolóból még maradt egy-két sör, úgyhogy akinek nagyon íz lett, az nyugodtan még egy kis repetálkot be tud vállalni. Reméljük, hogy jól éreztétek magatokat, készültünk egy visszajelző kérdőinkre, és ezt megköszönjük, hogyha kitöltitek, ez nekünk hasznos, hogy lássuk, hogy esetleg hogyan fejlesztjük ezeket az eseményeket. És a következő diákunk október 30-án lesz, ez egy .net-es esemény lesz, de novemberben is készülünk egy-két eseménnyel, ezt a weboldalon meg tudjátok nézni. Az előadás anyagokat pedig majd akkor igyekszünk itt megosztani, hogy lássátok és meg tudjátok nézni utólag is. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok.